Életműdíjat vehetett át az év sportolója gálán az újpesti legenda. A Magyar Labdarúgó Szövetség így tisztelgett a zseniális labdarúgó előtt. Göröcs János, úgyis mint Titi bácsi a vendégem, ezt a bácsit azért majd el fogom felejteni. Igen, de hát mindegy, szóval gratulációval kell kezdeni. Hála Istennek, hogy a Labdarúgó Szövetség, az Újságíró Szövetség nem feledkezik el a legendákról. És ha valaki, akkor te valóban olyat tettél a magyar labdarúgásban, amiért jár ez a megtisztelő cím, hogy életműdíj. Majdnem azt mondtam, hogy már korábban meg kellett volna kapnod. Honnan értesültél, hogy jött ez az egész? Hát úgy jött az egész, otthon voltam, és a Szőlősi György, a újonnan kivezetett Népsportnak a főszerkesztője, meg Felcsuton Góri, stb. Fölhívott, hogy szeretnék, ha a gálánra eljönnék, és díját adó leszek, hogy kinek, azt majd ott megmondják. Jó, hát vállalom, köszönöm. Fél óra múlva csöng a telefon, újra még nem mentem sehová. Ugyanez a Szőlősi György telefonál, hogy elszúrta, elnézést kér, díj átvevő leszel, nem átadó. Na jó, hát így indult a dolog. És hát azt is mondta a telefonba, hogy a Csányi Sándor fogja átadni a díjat. Hát így is történt. Egy kis szöveg, így úgy amúgy, kaptam egy gyönyörű herendi vázát. Zsozsó nem járt hozzá, mint a többiekhez is, kaptam előtte hármat. Azért se kaptunk egy filért se, úgyhogy nem mindegy, nem is ez a lényeg. A többihez elfér. Így van, elfér. Már nem igen tudtam fölrakni, még nincs meg a helye, úgyhogy a kettő ilyen díszszobor mellé letettem a földre, majd meg lesz a helye ennek is. Mit éreztél, amikor azt mondták, hogy Göröcs János úgyis, mint életmű díj? Tehát azért ezért kellett tenned valamit az elmúlt néhány évtizedben. Hát nézd, ha csak azt nézem, hogy 14 év volt az NB1-be, amit 14 évig játszottam, 4-5 bajnoki nyeréssel, kint voltam a római olimpián, ahol harmadikok lettünk, a világbajnokság 5. helyezettje, isteni karrierem volt az a első 4 év, 72-ig, csodás volt. Egy kocsit tudtam venni, a Városligetben volt egy kiállítás, kiválasztottam. A Susa ment a Nemzeti Bankba beváltani a forintot valutára, mert csak valutával lehetett volna megvenni. És erre a kocsira mindjárt rá is fizettem egy év múlva 70 ezer forintot, azért abban az időben. Az nagy, Jézus, ne is mondd! A bátyám ellopta anyámtól a kulcsot, elment tanulni télen, Dél-Amerikába mentünk, és be az árokba. Úgyhogy na mindegy, akkor volt 15 évig, edzősködtem az Újpestnél 6 évig, 2 évet a IFIK-nél, 4 évet a első osztályba, 1 évet a Segesvári mellett, mint pályaedző, 9 évig voltam külföldön, úgyhogy... Csináltál valamit ebben a sportágban? Én úgy érzem, hogy azért valamit letettem. Azt tudjuk, hiába játszottál, levezettél te Tatabányán, ugye az volt az utolsó ilyen állomás, ahogy mondják, de azt tudjuk, hogy te örök életedben, lehet azt mondani, hogy újpesti voltál, Jutagyár, meg a Vasasizzó, de utána az újpesti Dózsa. Újpesti Dózsába, ha jól tévedek, Konkoly Béla bácsi talált meg téged, a Dózsának. Ezt elmeséled? Hát az Izzóba kerültem a Jutából, és ott valaki fölkarolt és egyengette a életemet, mondhatom így. És a Piókev Ignác mellé betettek Marosnak, hogy tanuljam a szakmát. Azt mondja, 3 hónapig nem ment, mert csak söpöltem. Bocsáss meg, hogy közbevágok, a fiatalabb nézőknek szeretne elmondani, hogy Piókev Ignác egy sztahanovista volt, aki nem 100%-ra, hanem 200-250%-ra teljesített a hírek szerint. Tehát emellé kerültél. Emellé forgácsöprőnek. Beállította a gépet, és nagy politikus is volt, vitték jobb. Reggel bejött, beállította, én meg a forgácsöprőtem. Ez a Komálosonnak nem tetszett, és mit ad Isten,
ugyanott abban az épületben, az izzóba, a Konkoly Béla bács mellé kerültem. Azt tudtam, hogy ki az öreg, vagy a Újpestnek az intézője, és soha nem beszéltünk futballról. Azt se kérdeztem meg az izzóba, hogy játszom, mind játszom. Egyszer azt mondja, hogy a gyerek, kimegyünk külső raktárt ellenőrizni. Kimegyünk, sétálunk a pálya fel, a hátsó kijáron mentünk ki a Megyeri úton, és egyszer csak mondja, hogy nincs kedved a Újpesthez átjönni. Hát mondom már, hogy ne lenne. Milyen kérdés ez? Azt mondja, akkor ezt írd alá, ezt a átigazolási lapot, és a következőt tudja adni az Újpest neked. Kapsz egy lakást, egy öltöny ruhát, és egy kiló diót minden héten a újpesti összekötő híd alatt van egy zöldséges, ott kell átvenned. Profi szerződést kaptál. Esküszöm, mind az álom úgy indult minden. Ahogy átkerültem az Újpesthez, két nap múlva hívtak a belügyből, hogy mehetek a Pannonia utca 10-be, a 13 kerületben, Vígszínház mellett van, ott van a lakás. Azt tegyük hozzá, hogy hát ez, hogy a lakás, az fantasztikus dolog volt, mert hiszen hát nem egy nagy lakásból kerültél át oda. Hát egy szoba konyhában laktunk hetem. Hát hetem. Se fürdőszoba, semmi. De megvan a lakás, sokáig nem tudtam örülni, mert azt mondta anyám is eljön megnézni a lakást. 110 négyzetméter. Valami csodálatos. Hát te fiam, te akarsz ebben a lakásban egyedül lakni? Mi meg hatam egy szobakonyhába. Ez nem a tiéd. Kész. Beköltöztek? Nem jöttek, nem jönnek be, mert apám nagyon piás volt, és minden nap verte a balhét. És anyám azt mondta itt a belvárosban, hogy azt nem fogja végigcsinálni, hogy minden napban elcserélte. Ez nem lett volna baj, ha elcseréli, de a Gyöngyös útra elcserélte egy 62 négyzetméteres harmadik emeleti lakással, ahol nem volt lift, nem volt fürdőszoba. Hát azt hittem, megőrülök. Hát ez van. Anyám volt ott a góri, amit ő csinált, azt az kellett csinálni. Hát, hány éves voltál, amikor aláírtál az Újpesthez? 18-19, 57-ben, és azt 57-től 72-73-ig voltál Újpesten, ha jól számolok, ugye? 72-ig itt azt mondja, és játszottál 339 NB1-es mérkőzést. Vissza tudsz emlékezni arra, amikor először azt mondták, hogy na fiam, vedd fel azt a 5-ös számú meszt? 8-as, 5-ös, teljesen mindegy, mert ki tudja. Én azért emlékszem az 5-ösre, mert már még a válogatottban is láttalak téged, de akkor már inkább úgynevezett fedezetet játszottál visszavonva. A úgy én azért jött ez az 5-ös, bocsánat meg, Titi. Szóval emlékszel arra, amikor azt mondták, hogy na fiam, húzd a cipőt, és ma beállsz. Hát őszinte leszek, emlékszek. A Salgó Tarján nevvel játszottunk, nem Újpesten, hanem Nézs stadionban. Azt nem tudom, miért nem Újpesten, csinálták a pályát, vagy nem tudom. És a Salgó Tarjánnal játszottunk, és kikaptunk 3-1-re, azt az első gólt én rúgtam, 1-0-ra vezettünk, és kikaptunk 3-1-re, Jagodics rúgott 2 gólt, aki később hozzánk került. Hát ez volt az első, a csatársort is elmondom. Ezt szerettem volna, hogy kikkel kerültél egy csapatba? Hát 18-ban. A Kacsa, a Nagykarcsi, Görőcs, Szusza, Aspirán, Tóth Mihály. Hát nem akármilyen csatársa. Hát nem akármilyen. És tudtatok, egy gólt rúgna Salgó Tarjánnak? Na hát gratulálok. Azt a utolsó hármat nem is mertem tegezni a koruknál fogva, meg nem is engedték, ezt később azért már elfogadtak, akkor már ment a tegezés, akkor meg már én nem akartam, hogy ők tegezzenek. Nem, ide figyelj, az Újpest egy olyan csapat volt, és olyan embereket ismertem meg, a Zsengellértől az öreget, a Nagymarosit, hát a Szuszában együtt játszani. Hát egyszer-kétszer voltam vele az éjszakában, de minek, mert az összes csajt ő vitte el előre. De csodálatos emberek voltak, és egy korrekt klub volt. Korrekt klub volt. És mit ad Isten, 72-ig azt mondtam, hogy addig a csúcson voltam. Igen. Akkor a Benkei fölállít a Gyöngyös úti lakásunkra,
Hát mondom, maga mit keres itt? Azt mondja, azt szeretném megnézni, hogy maga hol alszik. Hát mondom, hol alsz? Bent egy kihúzható... A Benkei az a belügyminiszter volt? Akkor belügyminiszter volt. Egy kihúzhatós rekamét kellett vennem annak idején, berendezve mindennel, hogy elférjünk. Hárman aludtunk a rekamén kihúz. Ennyi volt a belső, hogyha éjjel ki kell menni, rajtam keresztül. Benkei megnézte, mondtam, két nap múlva kellett mennem a belügybe, hogy nézzem a lakást, megkapom a kulcsot. Helyes. Óriási volt. Mondtad, hogy milyen fantasztikus játékosok közé kerültél be, aztán utána eltelt néhány év, szerintem nem is van túl sok, de aztán jobb összekötőként tagja lettél, egy olyan csatársornak, amit én is tudok már fejből. Fazekas Göröcs Benedek Dunai 2 Zámpó. Ja, ez az újpesti. Ez az újpesti. Az jóval később volt. Az jóval később? 68-ban. Hát néhány év eltelt, ja, azt igen, mondtam. Igen, 6 év, igen. 6. És a válogatottnak is volt egy csatársora. Hát... Ezt most tényleg fejből fogom mondani. Sándor Göröcs Albert Tihi Fenyvesi. Ugye ez úgy megállja. Jól mondod, hát az iskolások is nyomták már. Olyan csatársor, ami ez volt. Mitől voltak? Ennyi volt rúgni. Mitől voltak azok a játékosok, ti, mások, mint a többiek? Hát nézd, mi rengeteget, mielőtt akár válogatott lettem volna, vagy az Újpesthöz, gyerekkoromban rengeteget játszottunk, éjjel-nappal. De ez ilyen volt az Albert, a Rákosi, a Csikar nem, de a Szegeden csinálta ugyan, meg soha nem tanult meg dekázni. Én csináltam ülve 50-et vagy 100-at, ő nem tudott hármat csinálni állva. Hát Istenem, de nullára gólt rugott. Amit tudott, az tudott. Igen. Az a Sándor szög, az a fél oldal az övé volt. Igen. Soha, amikor nála volt a labda, a többi, a Tihi, az Albert, meg a te, egyik se kísértem. Az úgyis elrúgja. Úgyis, igen, csak én kísértem egyedül. Én meg soha nem kaptam meg. Sándor szög, rugott is rengeteg gólt, de csodálatos emberek voltak. Hát a Csikart 50 évig mellette, te, a presszóba, meg a pályán. Ezt MTK-sok is oda jártak, meg mi is oda jártunk abba a presszóba. Ott tömve volt minden szombat, tom meg vasárnap az a presszó, útlevelet intéztek, meg pénzt vártanak. Azt mondod, úgy az újpesti, meg úgy a válogatott, most a csatársorról igen. beszélünk, hogy hiába játszottatok másik klubba, másik egyesületbe, hát ti testvérként éltetek együtt, akkor ezt azt lehet mondani. Nem ide figyelj, nem volt soha gondunk, csak a pályán. Hát azt meg, aki nyert, nyert. Az nyert. De az a mi újpesti csatársor, hát úgy kerültem, én is sajnos a csatárként kezdtem, aztán kimaradtak a helyzetek, minden. Szegény Szusza Feri bácsi lett az edzőnk, és ő kitalált egy olyat, hogy a belső hármas minden negyed órába visszajön a középpályára, és negyed óránként cseréljük egymást. De akkor már csatárt játszottam, mondom, de vissza kellett jönni, visszajöttem. Ezt csináltuk egy darabig, de se a Dunainak nem ment, se a Benének ez a középső, hogy hívják? Az irányítás igen. nem ment. Valahogy rám maradt. Nekem ment a legjobban. Hát mit ad Isten, és szerettem is ezt a posztot. Nem mondom, hogy tetszett, amikor csatárból vissza kellett jönni a középpályára, de megszerettem. És többet kellett futni, viszont sokkal több labda volt nálad. Hát igen. Ugye? Igen, és hát akkor volt ez a taktikánk, amikor nálam volt a labda, a Bene meg a Dunai már indult. Ők tudták, hogy valamelyik megkapja, így is volt. Nem véletlen, hol a Bene volt gólkirály, hol a Dunai volt gólkirály, mert az átadásaimból annyi gólt rúgtak, és volt a csapatnak fazonja. Hát én, amikor ott kiemeltem el, soha nem laposan indítottam őket, mert ott az elakadt volna, hanem a fejük fölött. Azt se tudtak mit is. Megállt a labda a levegőbe. Na ezt... jó, de ezt gyakorolni kellett, ezt, ugye jobb külső, bal külső, én láttam olyan átadásodat pont a Népstadionban, soha nem fogom elfelejteni, hogy
jobb külsővel elrúgtad a labdát, az elkezdett menni bal oldalra kifelé, és bekanyarodott vissza a 16-os közepére. Jól láttam. És nézték az emberek, hogy ez mi történt. Hát, megkerülte a palit. Igen, ezt mondom, ott voltam kint, láttam, mert annak idején még én is láttam foci meccsekben. Rengeteget gyakoroltunk. Ez honnan jött? Mondta valaki neked a kölökkorodban, vagy kicsit később, hogy figyelj, Titi, neked ez gyakorolni kell, vagy ez jött, vagy ez gyakorolni kell, hát. Szuszába voltam párban, amíg játszott. Azt figyelj, az olyan farsokat tudott beladni a labdába, hogy kétszer megváltoztatta a helyét, mire oda került az illetőhöz. És mikor Izzó újfőben játszottam, a Szuszáék edzés után a salakos pályára átjöttek kapura rúgni, mert ott nem ment el a labda, volt egy tűzfal, és vagy 20 labdával egy óráig más se csináltak, csak kapolarói. Már akkor így figyeltem őket órákig. De hát amikor átkerültem a Dózsához, majdnem minden esetben a Ferivel voltam párba. És figyeltem, hogy rúg. Ezt gyakorolni kell. Főleg ez, hogy a labda megáll a levegőben, hát ezt kevesen tudták. Mondták is, a kapus mindig így tévedt meg, hogy kijön, mert olyan hosszú a labda, hogy eléri. Aztán levegőben megáll. Hát itthon verhetetlen csapat volt az Újpest annak idején, szóval ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. A válogatottunk is nagyon szépen teljesített. Hát, ez azt jelenti, 60-ban Európa legjobb így csapata volt. Így van, aztán hadd mondjam még hozzá, mert van egy kis segítségem, hogy ugye 68-69-ben a VVK döntőig jutott az Újpest, sőt, azt is tudom, hogy 61-62-ben a KEG-ben, ugye ez a közép-európai kupának hívják, gólkirály voltál. Igen. Ahol elődöntőig jutott az Újpest. Igen. Szóval azért ezek jó csapat. Jó csapat volt. Jó csapat volt. Na de a jó csapatban jó játékosok vannak, és ti rengeteget jártatok külföldre. Megkeresés? Hát a jó játékosokat megkeresik. Hát az első alkalom, sajnos nem éltem vele, így mondom, mert... Hát aki életműdíjas, mondhatja. Az kérlek szépen egy olyan ajánlás volt, és alkalom, hogy ez még egyszer nem is jött vissza. Rómában játszottunk, az olimpián, és végig kísért engem a Internek a menedzser. Az összes meccsünket látta, és hát a végén harmadikok lettünk, jó ment a játék, 7 gólt rúgtam az olimpián, és nem jöttünk haza az olimpiai csapattal, mert közben az újpesti vezetés az Interrel, a Milánnal lekötött egy meccset Milánóba. És mi négyen voltunk az olimpián, vonattal mentünk Milánóba, és ott a Milánt megvertük 3-1-re. Én nem játszottam, mert valami sérülésem volt, és a nézőtérről néztem a meccset, és mellém ült egy ilyen vörösposgású, elég nagyorú ember, és bemutatkozik, hogy Kisolti Dezső vagyok, a Internek a menedzsere. És szeretné, ha kimaradnák. Előző még megkérdezte, hogy van kocsid, mondom, van egy Volkswagenem. Van benne autórádió? Mondom, nincs. Na, kaptam tőle egy autórádiót, és utána fölteszi a kérdés, hogy ma... Hát úgy megijedtem, szó szerint megijedtem, hogy most mit csináljak. És hát megmondom őszintén, sajnálom, de inkább hazamegyek. Ez a római olimpia után volt? Római, ez 60. Ez 60-ban. Ez 60-ban volt. A következő meg Dél-Amerikában volt, Mexikóban voltunk, és az ottani menedzser, aki kísért minket végig, tett ajánlatot, hogy maradjak kint, nem fogom megbánni. Hát ott nem akartam. Ott nem akart, az messze van. Ezt szívesen vállaltam volna, de féltem, hogy nem tudom a nyelvet, meg egyedül mi lesz velem, hogy... Bár ez az ember biztos, hogy segített volna. Jó, hát tegyük be ezt az emlékek közé, abba a bizonyos emlékkönyvbe. Ez is volt, hiszen te elmondhatod magadról azt, amit az elég kevés labdarúgó mondhat el, hogy hát engem megkerestek a világ legjobb csapatai közül, és hát hogyha azt mondom, hogy igen, akkor ott játszol. De te nem játszottál ott, hazajöttél, maradtál Újpesten, sőt, mi több, azt is tudom, hogy a chilei világbajnokságon, ahogy említetted, ott 5. lett a magyar válogatott. Igen. Hát ott azért... Hadd nem mondjuk, hogy Latisev?
Ez volt az a bizonyos... A csemecset, ugye ő vezette, és a Tihinek a lövését? Igen, kapufáról levágódott, gól volt, nem volt, ki tudja, igen. Lehetett volna szebb érem is talán, vagy szebb, jobb helyezés is a Chilében. Aztán utána játszottál Európa-bajnokságon, ugye azt is, vagy a spanyolországi Európa-bajnokságra be voltál nevezve, csak nem tudták kiutazni, ugye? Ezt keverem. Így volt. Keret tag voltam. Csütörtökön utaztunk volna, a csapat el is utazott, de szerdán volt még egy bajnoki forduló, ott a Kleibán fölrúgott, és a vállam kiment. Ők csütörtökön elutaztak, én itthon maradtam. Ez volt meg nekem, hogy hát ugye abban a csapatból, hát oda egy göröcs nélkül az a vállam. És jól szerepeltek, kint harmadikok lettek. Igen. Győztes csapaton, ne változtass, megint elfelejtettek. Akkor ki játszott a helyeden akkor utána? Hát ide figyelj, nem tudom már. A Bene azt hiszem jobb szélső lett, lehet, hogy a Farkas Jancsi jött be helyettem. Albert, a ti is játszott, azt hiszem, akkor már nem játszott, és a Rákosi volt, azt hiszem, Hát akkor megforgatták négy, azért. 4-2-4 volt. És így. A Magyi jött vissza, és így maradtak ők. Akkor jött a világbajnokság 66-ba, mit mondjak, végig kerettag voltam. Ezt nem akartam feltenni a kérdést, de aki egy életműdíjas kitüntetést átvett, attól úgyis valami úton módon megkérdeztem volna, hogy 1966. Hát igen, mondom, kerettag voltam végig, előtte Dél-Amerikában voltunk, nagyon jó ment a futball, nagyon jó, a menedzser majdnem minden meccs után gratulált. Az öreg, az életben azt nem mondta ki, hogy jaj, jó játszottál gyerek vagy valami, nem mondtak. Jó. Hazajöttünk, és a utazás előtt gajatetőn készültünk. És mielőtt vége lett volna a gajatetői edzőtábornak, utolsó előtti napon a Baróti behívott engem, az Orbán Árpit, a Puskást és a Pixit, hogy maguk itthon készülnek a Fáy utcában, Mahos Feri felügyeletével. A Vasasos Puskásról beszélünk, ugye? Igen. Hát nem a másik. Az érdekes lett volna. És itt készülünk, ott kint, ha valaki megsérül, majd utánunk utazik. Mondom, Lajos bácsi, én nem voltam szabadságon 10 éve, én inkább lemennék a Balatonra. Jó. Milyen a sors? Tudjuk, hogy szerepeltek a legjobb 8-ban. Kiestek, és lemondott. És elfogadta, hogy hívják, a OTSH-szem, vagy az MLS. Kereste a helyét, és valaki megsúgta neki, hogy a Balogh 2 Sándor nem kapja meg az Újpestet még egy évre, mert nincs meg a papírja. És ahelyett kell edző. Azt hiszem, a Csáki drótozott a Barótinak, ha jól tudom. Így volt, egy szombat délután a szakosztály elnök Selmeci ezredes, és a helyettese a Perényi Gyula bácsi alezredes, fölállítottak, akkor már a Fülcs Sándor utcában laktam, a feleségem beteg volt, egy üveg cseresznye pálinkával. Hát mondom, én a pálinkát nem iszom, nem baj, azt mondja, csinálsz el, amit akarsz. Azért vagyunk itt, tudjuk, hogy nem vitte ki a VB-re, és a Baróti bejelentkezett hozzánk. Azt mondod, hogy jöjjön, akkor jön, azt mondod, nem, akkor nem jön. Mondom, hozzák ide, mert jó edző. Nekünk egy ilyen edző kellett, komolyan mondom. Hát ő azért... Ez egy olyan társaság volt, amilyen bohém. Menjünk ide, menjünk oda. Két bajnokságot el is vesztettük, így volt, amelyik egyiknél 6 ponttal vezettük és elszúrtuk, és volt egy utolsó bajnoki meccsig, 1-0-ra vezettünk a Vasas ellen, a Mahos 2 góljával nyer a Vasas, ők a bajnokok. És hát így jött aztán hozzánk Lajos vissza, bácsi. Akinél tulajdonképpen ez a bizonyos jó csapat elindult. Elindult, mert 68-ban 102 góllal nem tudtunk bajnokságot nyerni, mert a Fradi elbundázott mindent előttünk, mind az 5 meccsét lebundázta. Jó, és utána aztán beindult minden.
És akkor aztán jött az, aki elkésett a meccsről 5 percet, akkor nem látta az Újpestnek az első gólját például. Ugye első hármat. Vagy az első hármat. Mert... Ezt tényleg elmondom, ez csodálatos történet. MTK-ban játszottunk. És kint előtte kupameccset játszott az Újpest, én ágyból néztem, mert nem tudtam játszani. És kikaptunk Brügge-be 5-2-re. És 5-1-nél a Fazekas rúgott egy gólt, és 5-2 lett. Mondom magamba az ágyba, ez lesz a továbbjutás. Az a gól. Az a gól. De előtte az MTK-val játszottunk a visszavágó előtt, és a tartalék csapat 3-0-ra nyert az MTK ellen. MTK edzője a Hidegkuti Nándi bácsi volt, 5 percet késett, és jön fölnéz a eredményhirdetőre, és mondja a Botár doktornak, az orvosnak, Zoli, nem törölték le a tartalék csapat meccsét? De azt mondja, letörölték, ez most van. És hogy kaptuk a gólokat? Akkor rúgtuk a negyediket. Azt mondja, így. Szóval, igen, hát igen. Igen. Hatosokat, a Szegednek 11-et rúgtunk meg. Hát isteni igen. Csapat volt. Na. Ez az isteni csapat, ebben az isteni csapatban játszottál egészen 1972-ig? Hát azt nem mondanám. Mert a sérülésem után nem játszottam. Már nem nagyon játszottál, igen. És abba is kellett hagyni. Abba hagytam, hogy hívják, behivatott a Dániel, hogy abba kell hagyni. Jó, rendben van, mit szeretnék. Mondom, megvan az edzői papírom. A IFIK-nél vagy valahol elkezdeni. És elkezdtél edzősködni? A Tatabányára lementél egy picit levezetni, de aztán utána jött az edzősködés. Ő azt mondja, mindenkinek van szerződése, és te miattad nem fogok senkit elküldeni. Uh-huh. És a 13 kerületi kapitánságról jelentkezve, oda fogsz kerülni innen, az Újpestről. Jó. Rendőr lettél? Igen, azt akarták, igen. Menj el szabadság, elmentem szabadságra, és 2 héten belül fölhív a lakat Karcsi bácsi. Mondom, mi van Karcsi bácsi? Aztán szeretném, ha ide jönni hozzánk. Micsoda? Szeretném, ha ide jönné hozzánk. Hát mondom, Tatabányára. Tatabányára. Hát mondom, nem olyan, gyere ide hozzánk, aztán majd meglátjuk. Na jó. Elvállaltam. Ezt láttad volna a Dánielt, mikor mondtam neki, hogy Tatabányára megyek, és ki kell adniuk, mert a Kőrösi Gyuri bácsi volt a belügyminiszter helyettes akkor, az meg Tatabányán lakott, vagy Tatán. Eldőlt a kérdés. És ő oda telefonált, és így kiadtak. Hát azt hittem megőrül a Dániel mérgébe. És előtte kimentem Svédországba, egy haverom meghívott minket, és elvitt egy orvoshoz, egy professzorhoz, és kaptam 15 vagy 20 injekciókúrát, amitől tényleg aztán úgy éreztem, hogy jó a lábam. Ide jöttünk. Úgy 7 meccsig Tatabányán nem is volt gond. Eredmény is volt, minden. De a 8. meccsen a Fradi ellen kiújult, és utána egy olyan 2 év jött, hogy azt szeretném elfelejteni. Gyorsan beszéljünk arról, hogy korábban azt, mintha úgy emlékeznék, azt mondtad, hogy azért te mindig szerettél volna edző lenni, átadni a tudásodat a gyerekeknek, akár a felnőtteknek is. Ez is sikerült az életedben. Igen, Tatabányáról visszajövet, a Farsang Vandi megígérte, hogy én leszek a IFI egy edzője, és a Szent Mihály meg a IFI kettőjé. Jó, el van fogadva, de még a papír nincs aláírva. Be kellett menni a Dánielhöz, meg én, imádottam, igen, nem mondok semmit. Ne is. És azt mondja, nem így lesz a sorrend, mert a Szent Mihály már járja a szakedzőit, nekem csak oktatóim van, ami erre, ahogy hívják rá, jó, a Szent Mihály lesz a ifi egy edző, én meg a ifi kettő. Jó, egye meg a fene. 2 évig csináltam, egész jó játékosokat adtam föl a Misinek, a Handeltól kezdve Herédi, és nem tudom még, Jurácsik, meg mit sok, tudom sok. Még, sokat. De akkor már jártam a TF-et én is, és a Komorával
mentünk a Honvéd orvosához a sportkórházba, egy kis protekcióért. És ahogy megyünk a Győri úton, kijön le a lépcsőn, Kapocsi Sándor volt ifi válogatott szövetségi kapitány. Nincs kedved kimenni Kuwaitba, mondja ő. Mondom, miért ne lenne? Azt mondja, akkor indítsd el, mert a mi klubunknak kell edző. De akkor szóltam a Csákinak, a Csáki a MLS-nek, ahogy kell, és elindult a dolog. És sikerült. Na. 5 évet voltam. Ezt akartam mondani, hogy 5 év alatt azért azt gondolom, hogy a csinyát, binyát megtanultad az edzősködésnek, hogy milyen egy csapattal játszol, ráadásul ugye Kuwaitban azért más a felfogás, más a mentalitás. Már teljesen. Azt megszokni nem azt könnyű. Mégis hazajöttél. Hát mert 5 év után... Haza kellett, mert olyan szabály van, addig maradhatunk kint, mint a követségi dolgozó. És ha már hazajöttél, ha újra ki akarsz menni, újabb 5 évnek kell itthon eltelni, és akkor kérelmezheted megint, hogy még egyszer menj. Aztán itthon, ugye azt ne felejtsük el, edzőként már a felnőtteknél Újpesten 3 évig dolgoztál? 4 évig? 3,5. Hát akkor majdnem beletaláltam. Ja, de ezt megelőzte, amikor Újpestre kerültem újra edzőként, életem a Temesvári egyik pályaedzője. Tehát nem egyből felugrottál, hanem a Temesvári igen. Miklós. Ő meghozta Diós Győrből a fekete, nem tudom a keresztnevét, most nem ugrik be, ketten voltunk, és nem tetszett a dolog, ez a pályaedzői dolog. Állandóan Szombathelyre jártam megfigyelni az ellenfelünket, mert mi a Szombathelytől kaptuk mindig az ellenfelet. És állandóan Újpest-Szombathely. Ez sehogy semmi. Na mindegy. És mit ad Isten? Hívnak Kuwaitból, hogy visszamehetnék. Na most mit csináljak? Szabály, ilyen szabály, olyan. És a Buda Pista bácsi volt a OTSH elnöke. Mondom, Pista bácsi, fölhívtam telefonon. Én most jöttem haza, nemrég biztos tudja, de újra visszahívnának, de nekem ez a pályaedzőség nem tetszik. Ide menjek, oda menjek. Elkezdtem egy bemelegítést, mert megkérte a Temesvári, hogy melegítsek be, mert neki a hójához be kell menni. Mielőtt elment volna, még megnézett 3 percet, hogy a gumikötelet miért nem használom. Hát mondom, még el se kezdtük, Miklós, majd fogom használni. Na mindegy, nem tetszett a dolog. Azt mondja a Buda Pista bácsi, hívjál föl holnap, és akkor megmondom, hogy mi van. Másnap visszahívom, elindíthatod. És újabb 3 évre ki tudtam menni. De a 3. évben már akkor keresett a hója telefonon, meg telefonon, igen, hogy én lennék a kiszemelt a Temesvári helyett. Hogy vállalod-e? Hát mondom, hogy ne vállalnám már, minden álmom ez volt. Hát az álmok beteljesülnek előbb-utóbb. Mert a főnököm meg Kuwaitban maradj még, ameddig akarsz, minden. Mondom, én is hiú ember vagyok, mint más, ilyen lehetőséget nem fogok kihagyni. Milyen volt az Újpest edzőjének lenni? Hát ide figyelj, amikor jöttek az eredmények, csodálatos volt, amikor nem jöttek, sajnos ilyen is volt, főleg az első évben, annyi 1-0-ás vereséget szenvedtünk, pedig nem játszottunk rosszul, de mit tudom én, 10-ek lettünk. Akkor már megint pengették a Barótit, hogy idehozzák szaktanácsadónak, meg ez, meg az. Így is volt, idehozták. És a következő évben meg úgy elindultunk, hogy végig a 2. helyen, meg 1. helyen voltunk, és a Barótit még nem vették el, de akarták, akkor aztán én írtam egy levelet MLS-be, meg írtam az Újpestnek is, hogy amennyiben ez így megy tovább, én lemondok. És akkor beivatott a hója, jó, nem kell a Barótival együtt dolgoznod, csináld a dolgot, ahogy akarod,
A második, harmadik évünk is jól sikerült, harmadikok lettünk, megnyertük a Magyar Kupát. Aztán jött a negyedik, egy rossz felkészülés, és kész. Öt meccset bírtam, harmadiknál már lemondtam. Na figyelj, drága Titi bátyám! Aki egy életműdíjat átvehetett, az még tudna mesélni 3-4 órát a saját életéről és a labdarúgáshoz való kötődéséről. De én azt szeretném, hogy mosolyogva fejezzük be ezt a beszélgetést, ne azzal, hogy hát 5. meccs után lemondtam. Istenem, ez is benne van a pakliban. Ha 2 mondatba, 3-ba összegezni kellene azt, hogy milyen volt Újpesten futballozni és dolgozni? Ezt őszintén mondom, csodálatos. Csodálatos volt. Ennyi mindent, amit Újpest adott, de a közönség, hát ilyen közönség nincs senkinek, nem is bántottak soha. De hát a sérülésem után eljött a vég. Mosolyogva tessék ezt mondani a végén, és a szemed az ne párásodjon be, hiszen legyél nagyon büszke arra, hogy most életműdíjat vehettél át az MLS-től, és ne felejtsük el, hogy Budapest díszpolgára vagy, ami teljesen megérdemelt, Újpest díszpolgára vagy. Azért mondom, ezt ne hagyj ki. Nem hagyom ki, Újpest díszpolgára vagy, és sorolhatnám a különböző érdemrendek, kereszteket. Meg egy állami díjat kaptam, meg állami díjakat. Én azt kell mondanom, hogy Titi bácsi, így kerek az életed, és guruljon ez még így tovább, és beszélgessünk még nagyon sokszor. Még egyszer gratulálok minden újpesti szurkoló nevében, a magam nevében, a kollégáim nevében. Légy boldog és egészséges. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.